felsorolni is hosszú ideig tartana a pénteken Celldömölkön rendezett Rock'n'Roll országos diákolimpia döntő nevezői. A listán 335 formáció szerepelt, de mindegyik csapatban akár több táncos is parketra lépett a rangos megmérettetésen. Május 26-án 8 óra 45 perckor kezdődött az esemény hivatalos megnyitója. A furcsa időpont is jelezte, hogy minden perc számít a versenyen, hisz a szoros forgatókönyv szerint is este 8 óra előtt biztosan nem zárul le a rendezvény a rengeteg versenyző miatt. A megnyitó ceremónia az esemény támogatóinak felsorolásával vette kezdetét, majd Enyingi Áron, a VMSC Eötvös Loránd szakképző iskola igazgatója, mint az eseménynek helyet adó intézmény házigazdája mondott köszöntőt. Ezután Fejér László, Celldömölkváros polgármestere nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt. A beszédek után a versenybírák és a szervezők bemutatása következett, majd a küzdelem folyamatának ismertetése után az első rokis gyerekek a parketra is futottak és megkezdődött a bemutatók sora. A verseny szervezésével kapcsolatos különlegességekről Koszogovics Norbertet, a Rocky Dili Akrobatikus Rock'n'Roll Klub vezetőjét, a verseny főszervezőjét kérdeztük. Legtöbbször utánpótlás területi, sőt már országos versenyt is rendeztünk a Magyar Táncsport Szakszövetség berkeiben, de ez a diákolimpia merőben más. Itt az Országos Diáksport Szövetsége együttműködve kell dolgozni, a nevezési rendszerek is, a nevezési rendszeren keresztül is hozzájuk futnak be a nevezések, tehát a szervezés jóval bonyolultabb. Igazából a diáksport ugye ez inkább a tömegbázis mozgatja, nem elsősorban a versenyzőket vagy versenysportot, viszont azt el tudom mondani, hogy aki a diákolimpián a kategóriájában a legjobb, az első három, ők a későbbiek folyamán tanulmányok során a tovább tanulásnál többlet pluszpontot tudnak igénybe venni, tehát 15 pluszpontot jelent majd ez esetleg egy egyetemre való kerülésnél. Oktatási intézményeket képviselnek itt a gyerekek, tehát mindenki az adott saját iskoláját. Azt el tudom mondani, hogy mivel országos rendezvény, tehát az ország minden területéről. Tehát ami így a legtávolabb eszembe jut, hirtelen az Szeged, Debrecen, tehát ilyen távolságból is érkeztek sportolók. Az eredményhirdetések folyamatosak lesznek, hiszen minden kategóriát, több kategóriás van, szóló, duó, trió, formációk, párosok, és minden adott kategóriát utána eredményhirdetéssel le is zárunk. Remélem az, hogy minden flottul és stabilan és rendben zárul itt a mai nap folyamán. A csarnok közepén a versenybírók asztalai előtt mutatták be versenyszámaikat a táncosok és a formációk is. Körbenézve azonban nem nagyon volt a teremnek olyan zuga, ahol ne láthattunk volna éppen bemelegítő vagy a versenyszám lépéseit milliomodszorra is elpróbáló versenyzőket. Az éppen versenyző gyerekekkel szemben, a versenybírók mögött pedig az edzőkkel egyetemben az anyukák és apukák, de néha nagymamák és nagypapák is ütemes tapssal buzdították csemetéiket, vagy a kedvenc versenyzőket. A celldömölki Rocky Diákolimpia országos döntőjét más szervezetek és gazdasági társaságok mellett Vas vármegye önkormányzata, Celldömölkváros önkormányzata, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Magyar Diák Sportszövetség és a Magyar Tánc Sportszövetség is támogatta.